Washington a harc harctéren kialakult helyzet függvényében dönt az Ukrajnának biztosított amerikai fegyverek alkalmazásáról és az Orosz Föderáció területére irányított csapások korlátozásáról, jelentette be Matthew Miller az Egyesült Államok Külügyminisztériumának szóvívője tájékoztatóján. Újságírói kérdésre válaszolva, mi szerint az Egyesült Államok korlátozza az ukrán fegyveres erők az agresszorország területére mért csapásait, az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy az amerikai hatóságok álláspontja továbbra is változatlan, még azt követően is, hogy Ukrajna megkapta az F16-os vadászgépek első szállítmányát a nyugati partnerektől. Arról a lehetőségről, mi szerint kibővítik az ukrán hadsereg engedélyeit, hogy katonai létesítményeket támadjanak Oroszország területén, Miller elmondta, hogy álláspontja nem változott. Folytatjuk az ukrán hadsereg szükségleteinek felmérését, elemezzük a biztonsági helyzetet, és megpróbálunk válaszolni kéréseikre, mondta az amerikai külügyminisztérium képviselője, majd hozzátette, hogy ez a folyamat a konfliktus kezdetétől a mai napig tart. A Veteránügyi Minisztérium digitális térképet hozott létre a háborús veteránok számára betöltésre váró közszolgálati és önkormányzati álláshelyekről, számolt be a miniszteri kabinet sajtószolgálata. Ez az új szolgáltatás az e-veterán webplatformon érhető el, és az állami szerveknél, a helyi önkormányzatoknál és a katonai közigazgatásnál Ukrajna szerte megüresedett állásokkal kapcsolatos információkat jeleníti meg áll a közleményben. A szolgáltatás célja az álláskeresési folyamat megkönnyítése a háborús veteránok számára, valamint a közszolgálatban való elhelyezkedésük elősegítése. A platform felhasználói maguk választhatnak állásokat az ország különböző régióiban, valamint részletes információkat kaphatnak a bérszintjéről és az elérhetőségekről. Hangsúlyozták, hogy a közalkalmazotti álláshelyek etérképe csak az első lépcsője a foglalkoztatási rendszernek. A következő néhány hónapban a Veteránügyek Minisztériuma egy újabb digitális álláskereső terméket dob piacra az üzleti életben megüresedett állásokkal. Az E képen, működésének elindítása pillanatában 170 betöltetlen állás szerepelt, ebből 92 a közszolgálati, 37 a helyi önkormányzati szerveknél, 41 pedig a katonai adminisztrációban, az állásajánlatok valós időben frissülnek. Ukrajnában várhatóan még nyár végéig tarthat a hőség, de ez nem okoz nagy veszélyt az energiarendszer számára, jelentette be Svitlana Hrinchuk, energiaügyi miniszter helyettes augusztus 6-án egy televíziós műsorban. A rendszer nagyon érzékeny minden tényezőre, ami az időjárást és az energiarendszer reakcióját illeti, a helyzet különböző lehet. A mai napra sikerült valamennyi kapacitást visszaállítani és üzembe helyezni, de meglátjuk, hogy miként alakul a fogyasztás, Elmondása szerint, bár visszatér a hőség, a helyzet már nem lesz olyan szörnyű, mint két héttel ezelőtt volt. A miniszter helyettes arra zólította fel a lakosságot, hogy továbbra is takarékoskodjanak a villamos energiával, különösen csúcsidőben. <coughs> Az Open Databot rendszerének adatai szerint a teljes körű háború előtti időszakhoz képest másfélszeresére csökkent a születési ráta Ukrajnában. 87.655 gyermek, szemben a 2021-ben bejegyzett 132.595-tel. A legtöbb újszülöttet Kiev, Lemberg és Dnipropetrovsk régiókban regisztrálták. Stabilan kevés gyermek születik a frontvonali régiókban, Herson és Donetsk megyékben. A Luhanszki régióban 6 hónap alatt egyetlen csecsemőt sem regisztráltak. Az év első felében 87.600 gyermek született Ukrajnában, miközben 250.900 halálesetet regisztráltak. Vagyis egy új szülöttre három haláleset jutott, míg 2018-ban, 19-ben és 20-ban egy gyermekre két haláleset jutott. Idén 6 hónap alatt 250.972 ember halt meg Ukrajnában. A legtöbb halálesetet Nyipropetrovsk és Harkiv régióban, valamint Kijevben regisztrálták. A legkevesebb a frontvonali Herson és Donetsk régióban, valamint Csernyivci megyében volt.